Sziasztok, Kitty vagyok, és már egy hatalmas holla jelentkezem hozzátok. Egy picit nyáriasabb lesz, képzeljétek, megkeresett egy webshop a Rihoz, nem tudom, hogy így kell-e kiejteni, de bocsi, hogyha nem. Na szóval már többször találkoztam az oldalukkal hirdetésekben is, illetve tartalomgyártóknál, akiket követek TikTokon is, és gondoltam is rá, hogy majd rendelek tőlük, úgyhogy nagyon-nagyon örültem ennek a megkeresésnek, amúgy nem fizetett együttműködés, meg semmi ilyesmi, ráadásul tök jó megfizethető áron vannak a ruháik, illetve küldtek egy 20% kedvezménye jogosító kuponkódot is, Kittit, hogyha használjátok, akkor 20% kedvezményt kaptok mindenre a webshopjukban. Szóval akkor nézzük is, hogy miket szereztem be, már nagyon izgatott vagyok, nekem tökre tetsznek. Na, szóval lássuk a szerszeményeket, illetve mindent találtok linket a leírásban, úgyhogy nézzük is. A fekete ruha az egyik nagy kedvencem a rendelésből. Annyira csinos, mégis olyan visszafogott, viszonylag egyszerűbb darab. Akkor, ahogy láthatjátok, ilyen zártabb, hosszúkás kivágású nyaka van, és ugye hosszú lyuk, annyira különlegessé teszi, hogy van az ujjam végén ugye egy ilyen fodros rész, ezt tényleg tökre feldobja az egész ruhát, sima, akkor minibb fazonja van, ebből én MS méretet rendeltem, pont jó is lett a mérete, és tök jól kihasználható mondjuk ősztől, nem is tudom, tavaszig egy csizmával is nagyon jól néz ki, ez mondjuk nem feltétlenül nyilván egy nyáriasabb ruhadarab, viszont az év nagy részében szerintem ki tudjuk használni. Tökéletes alapdarabja lehet a ruhatárunknak, ugye egy egyszerű kis fekete ruha, mégis van egy pici extra bennem ezáltal. Alig várom már, hogy felvegyem. Jól kihasználható, nagyon jól néz ki felvéve, illetve pont olyan, mint amilyenre számítottam a képek alapján, maximálisan meg vagyok vele elégedve. Beszereztem még egy ilyen gyönyörű fehér szatén csipkeruhát, hihetetlenül szép szerintem. Akkor ahogy láthatjátok, ilyen spagetti pántos, itt felül végkivágása van, és van egy ilyen csipkés rész is rajta, valamint a derekánál is, ugye itt van ez a kis csipkés rész, nagyon-nagyon szép, hosszú maxi fazonú, és a hossza tökéletes az én magasságomhoz, ugye én 178 centi vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy jó lett a hosszúsága, bár látszott a modellen, hogy rajta is elég hosszú, úgyhogy gondoltam, hogy jó lesz, de ennek tényleg nagyon-nagyon örülök még. Az anyaga is teljesen jó minőségű, picit vastagabb, tehát nem az az ilyen gagyi szatén anyag, úgymond. Van egy ilyen vékonyabb bélés anyag is alatta, úgyhogy nem is átlátszó. Összességében csodaszép ez a ruha. Én ebből LS méretet rendeltem, viszont elég lett volna egy MS is valószínűleg, úgyhogy egy nagyon picit nagy, de nem vészes, viszont nyilván az MS azért sokkal jobban állt volna. Egyébként szerintem ez a ruha például esküvőre is jó lehet, hogyha valaki nem szeretne ilyen hatalmas, klasszikus esküvői ruhát. Annyira gyönyörű, visszafogott, letisztult, elegáns, úgyhogy én abszolút el tudom képzelni akár egy ilyen polgári esküvőn, tengerparti esküvőn, szóval tényleg odáig vagyok ezért a ruháért, úgyhogy ez is maximálisan olyan, mint amilyenre számítottam a képek alapján, tök jó minőségű és csodálatos felvéve. Ez a piros kötött ruha is a virtuális kosaramban landolt, amúgy egy gyengéim ezek a galléros darabok, és hát nyilván akkor, ahogy láthatjátok, van rajta ilyen fehér kis gallér, és különleges is, mert ilyen hullámos a széle, valamint itt elől vannak rajta gombok, a gombjai is igazán szépek, gyöngyös, és a szélük pedig arany, akkor ugye hosszú jó, illetve a ruha is hosszabb, midi fazonú, tehát kb. Lábszár középig érő. Ebből amúgy SS méretet rendeltem, mert ugye a kötött ruhák mindig nagyon-nagyon rugalmasak, és pont jó is lett a mérete. Jó puha az anyagam, egyébként a színe egy gyönyörű, szép ilyen élénkebb piros, úgyhogy ez is nagyon tetszik benne, valamint ez is egy jól kihasználható darab. Ugye ősztől tavaszig 3 évszakban tudjuk hordani, nyilván nyáron nem fogok egy ilyen kötött ruhát felvenni, viszont alig várom már, hogy majd felvessem. Akár mondjuk még most így tavasszal, a hidegebb időszakra, vagy estére egy csizmával, vagy ilyesmi, hogy jól fog kinézni, úgyhogy összességében ez a ruha is írtó különleges szerintem. Képzeljétek, itt én 2 vagy 3 esküvőre fogunk menni, és az egyikre szereztem be, nézzétek ezt a babakék maxi ruhát, amúgy nincs itt rajta, tudjátok, ilyen akasztó, úgyhogy nem tudom felakasztani itt a másik oldalát, úgyhogy most csak ilyen bénán megfogom. Szóval, ahogy láthatjátok, ilyen aszimmetrikus féloldalas a fazonja, felül pedig testhez álló, és akkor deréktól lefelé pedig van egy ilyen bővülő szoknya része, maxi fazonú ez is, és ennek is tökéletes a hossza, úgyhogy nagyon örülök neki. Na szóval, itt pedig magasan fel van vágva
itt az egyik oldalánál a ruha. Amúgy itt van benne egy cipzár is oldalt, ebből én L-es méretet választottam, viszont hát ez is picit nagy lett, majd fogjátok látni rajtam, hogy picikét eláll, bőven elég lett volna egy M-es is belőle, de se baj, úgyhogy majd el fogom vinni varrónőhöz, és akkor utána tökéletes lesz. Amúgy az anyaga is gyönyörű, ilyen picit fényesebb, ugye virágmintás, ilyen fehér virágok vannak rajta, szóval amúgy teljesen oda vagyok ezért a ruháért, és ez is abszolút az én stílusom, imádom a babakék színt, úgyhogy már várom az esküvőket, és hát örülök, hogy az egyikre már megvan a tökéletes ruha. És hogy valami hétköznapi darabot is mutassak, nézzétek, ez a rajtam látható ing is tőlük van. Annyira különleges, ugyanis az egésznek ilyen mintás a felülete, illetve átlátszós, majd fogok berakni közelebbi felvételt róla, és akkor ott jobban láthatjátok az egésznek a felületét. Nagyon kis puha, ugye ilyen galléros, akkor itt elől gombos, az ujjának a hossza is jó, picit egyébként rövidebb a fazonja, tehát kb. Így derék alá ér, nem teljes hosszúságú, és ebből én M-es méretet választottam, pont jó is lett a méretem. Összességében ez is egy szuper kis darab, semmi hasonló nincs még a ruhatáramban, úgyhogy emiatt is kifejezetten örülök neki. Jól fog kinézni akár egy farmerrel is, erről is ugyanazt tudom elmondani, mint az eddigiekről, hogy pont olyan, mint amire számítottam a képek alapján. Ezért a fekete ruháért is teljesen oda vagyok, egy csinos letisztult darab, illetve azt teszi igazán különlegessé, hogy itt elől a kivágásánál vannak ezek a kis fehér részek ugye rajta két oldalán, akkor úgy néz ki, mintha elől ilyen gombos lenne, hosszú ijjú, mini a fazonja, ebből én L-es méretet rendeltem, viszont ebből is elég lett volna egy M-es simán, de se baj, amúgy, hogyha nagyon bele akarnék kötni, akkor az anyagába kötnék bele, ugyanis szerintem olyan az anyaga, ami könnyen beleakad mondjuk valamibe, és akkor tudjátok, kihúzódik belőle egy szál, de amúgy elnézem neki, mert a ruhának a fazonja meg a dizájnja az tényleg hihetetlenül tetszik. Úgyhogy összességében szuper jól néz ki felvéve, és ennyit erről a ruháról. Ez a fehér szatén maxi ruha valami államszép, és amúgy ezt is akár el tudom képzelni esküvőre, hogyha valaki ilyen visszafogottabb darabot szeretne viselni. Amúgy én látom magam benne mondjuk egy tengerparti nyaralásunkon, egy naplementés és romantikus vacsoránál, hogy ezt viselem, akkor ahogy láthatjátok, picit ilyen vastagabb a pántja, ezeket amúgy nagyon szeretem, szögletes a kivágása, ugye itt felül testhez álló, és akkor a szoknya része pedig picit ilyen bővülő fazonú. Erről is el tudom mondani, hogy a hosszat tökéletes, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy a maxi ruhákat magas lányokra tervezték, mert tényleg ritka, hogyha valaminek ugye jó a hossza az én magasságomhoz, akkor itt hátul pedig cipzáros, ebből L-es méretet rendeltem, viszont ebből is elég lett volna egy M-es bőven, úgyhogy haragszom is amúgy magamra, hogy hogy nézhettem el ennyire a méreteket, mert egyébként tök jól fel van tüntetve, plusz ugye fel van tüntetve, hogy a modell hanyas méretet visel, illetve milyenek a mellebderék csípő méretei, szóval simán, hogyha kicsit alaposabban megnéztem volna, akkor rájövök, hogy nekem nem az L-es kell belőle, hanem az M-es. Na mindegy, tényleg inkább legyen amúgy nagyobb, mint hogy kicsi, és akkor ne tudjak vele mit kezdeni. Szuper minőségű az anyagam, szintén ilyen vastagabb szatén anyagból készült, illetve két rétegű is, úgyhogy nem átlátszó. Egyáltalán államszép ez a ruha, ezért is totálisan oda vagyok, és hát nyilván majd sokkal jobban fog mutatni rajtam, hogyha picit lebarnolok, mert hát hófehér a bőröm, és alig várom már, hogy majd viseljem, úgyhogy mindenképp el fogom majd magunkkal vinni nyaralni. Ez a piros hosszú ruha is a virtuális kosaramban landolt, akkor ahogy láthatjátok, spagetti pántos, állíthatóak a pántjai, hosszú maxi fazonja van, valamint az anyaga picit ilyen tüllös talán, és végig vannak rajta ilyen keskeny kis fodros részek csíkokban, és ebből én L-es méretet rendeltem, valószínűleg ebből is elég lett volna egy M-es, na mindegy. Egyébként ezzel kapcsolatban, hát nem tudom, eléggé bizonytalan vagyok, valahogy nem érzem annyira ezt a ruhát, de az is lehet, hogy azért is, mert hogy picit nagy, és mondjuk, hogyha beleteszek majd ide egy ilyen keskenyebb övet, akkor azzal sokkal csinosabb lesz, meg egyébként úgy érzem, hogy ezek által a fodros kis részek által picit szélesít is a ruha, úgyhogy hát nem tudom, ezzel kapcsolatban még így teljesen bizonytalan vagyok, úgyhogy kitalálom még, hogy mi lesz a sorsa. Ezt a cuki topot nézzétek, hát mennyire aranyos már ezzel a masnival.
oda vagyok érte. Na szóval egy pán nélküli kis toppocska. Egyébként kifejezetten szeretem ezeknél a pán nélküli daraboknál, hogy mint ennél is, itt a tetejében végig fut egy ilyen szilikonos csík, és ezáltal ugye megakadályozza, hogy nagyon lecsúszson a ruha, tehát tök jól így stabilan itt tartja a bőrünkön. Akkor itt hátul pedig van egy ilyen gumis része, szóval rugalmasabb is, valamint egy cipzár is van rajta, ebből én LS méretet rendeltem, és ebből is elég lett volna egy MS, de mindegy. Egyébként nem vészesen nagy meg semmi ilyesmi, de nyilván egy MS azért sokkal jobban állt volna, de tényleg ez van most már, majd beszűkítetem, és akkor utána tökéletes lesz. Viszont annyira különleges, meg nagyon szép ilyen szatén anyaga van, és ugye ezáltal picit fényesebb. Imádom ezt a kis masnit rajtam, hihetetlenül feldobja az egész toppot, úgyhogy összességében épp olyan, mint amire számítottam a képek alapján, egy nagyon kis különleges aranyos darab. Ezt a fekete szatén maxi ruhát egy külföldi tartalomgyártón láttam először, és már akkor nagyon megfogott, úgyhogy ez is a virtuális kosaramban landolt, ilyen kis pántos, itt a kivágásánál, nem tudom, hogy mennyire látszik, ugye van egy ilyen kis esése itt középen, felül picit testhez állóbb, és akkor onnantól pedig jön a szoknya része, és ugye, mint az összes maxi ruha, amit eddig mutattam, ennek is hihetetlenül jó a hosszúsága, úgyhogy magas lányoknak tudom ajánlani ezt a webshopot, mert tényleg a maxi ruhák azok kb. A földig érnek, vagy hát addig, ameddig pont ideális, hogyha valaki meg alacsonyabb, akkor ő meg ugye le tudja vágatni. Amúgy ennek elképesztően vékony az anyaga, nagyon vékony szatén, viszont egyáltalán nem zavar engem, és ami érdekes még, hogy tök rugalmas az anyaga, és ez nem annyira jellemző szerintem a szatén darabokra. Én ebből LS méretet rendeltem, és mivel rugalmas is, az is lehet, hogy talán egy S-es is jó lehetett volna, nem? Az MS az biztos, de még az is lehet, hogy annál is kisebb, úgyhogy ezt is egy kicsit elnéztem, de tényleg inkább legyen nagy, és akkor még azon mindig tudok változtatni, be tudom szűkítetni, mint hogyha mondjuk kicsi, akkor ugye sajnos nem tudok velük mit kezdeni, úgyhogy összességében ez is egy szuper csinos darab, és alig várom már, hogy magamra szabjam majd ezeket a darabokat, és akkor olyanok lesznek, mintha rám öntötték volna, mert azért nyilván felvéve látni fogjátok, hogy itt-ott picit nagy van, ahol próbáltam itt hátul összefogni, szóval ennyit róluk, ugye ne felejtsétek el, hogy mindezt találtok linket a leírásban, hogyha bármi megtetszik, illetve a Kitty kódot, hogyha használjátok, akkor 20% kedvezményt kaptok az egész webshopban, szerintem nagyon kis különleges szuper darabjaik vannak, úgyhogy érdemes ránézni. Ha máskor is látnátok hologat a csatornámon, akkor mindenképp jelezzétek ezt nekem egy lájkkal, valamint hogyha van esetleg bármilyen visszajelzésetek, akkor szokás szerint nagyon várom a kommentjeiteket, imádok nektek válaszolni, beszélni veletek, úgyhogy ha van kedvetek, akkor írjatok, és hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy nem tartottatok ebben a videóban. Találkozunk legközelebb, addig is csoda szép napot és sok-sok puszi. Sziasztok!